Szia! Szép reggelt kívánok neked! És ha tudatosan vetettél, ezen a héten lesz aratás. De akkor is, ha nem tudatosan vetettél. A lényeg az, hogy aratunk, akkor, hogy aratunk, amit elvetettünk. Mert a következő aratást most készítsük elő, mert a folyamatos áramlás és a benne levés, ez nagyon fontos. Te készen állsz, hogy újat alkoss a saját életedbe? Mert szépen vagy csúnyán a múlt már elmegy, mert már nem lesz, mint ahogy volt az elmúlt években, évszázadokba, évtizedekbe. Teljesen új dolog épül. Az a kérdés, hogy te készen állsz-e erre, te mit teszel nap mint nap annak érdekében, hogy ezek az új dolgok meg tudjanak állapodni nálad. Lendület van, át tudjuk vinni az akaratunkat, mivel az intuíciónk nagyon erős. Ha most hallgatunk a megérzéseinkre, és ennek alapján cselekszünk, akkor az eredmény garantált. Tehát itt van az ideje a cselekvésnek, a tetteknek, és hozzuk ki a maximumot ebből a dologból. Ennek érdekében mi is megtartottuk szombaton a workshopot, és olyan módszert alkalmaztunk, ami egyedi. Gyakorlatilag, ha az ember el tudja magát vonatkoztatni a jelenlegi világrendtől, úgy, mint munkáltató, úgy, mint munkába járás, mint alkalmazotti lét. És miért is van erre szükség? Hát azért van erre szükség, mert a legtöbb ember nem meri felvállalni azt, hogy az ő saját sorsát a teremtője, Isten a saját képmására teremtette az embert, hogy teremtsen. Tényleg, így van ez? Akkor miért nem használjuk? Ja, mert nem tudjuk használni. Ez a kulcs, nem tudjuk használni. Gyakorlatilag rendelkezünk olyan képességgel, eszköz, módszerekkel, amelyeket ha birtokba vennénk, és felemelkednénk egy rezgés szintig, ez a minőségi szinthez, ugyan, és nehogy azt higgyük, hogy ezzel a minőséggel vissza szabad élni. Először az ember fölemeli a rezgés szintjét, és olyan életformát él, hogy méltó legyen használni, és használatba venni ezeket a képességeket, és utána tudja használni bármire. Persze nagyon fontos, semmilyen más szinten ne ártson az embereknek, mert akkor gyorsan megszűnik ez a képesség, viszont a fordítottja is igaz. Képzeljétek el, amennyiben ez az ember elkezd segíteni másoknak, elkezd teremteni, szabadon élni, akkor az univerzum is támogatja. Nagyon fontos, hogy az itt és mostot használjuk, azt használjuk ki. Azért is adtam olyan érdekes címet a videómnak, hogy sokszor csak egy hajszálon múlik. Mi ez az apróság? Biztos veled is megtörtént, hogy valami hasonló, hogy volt egy időpontod egy állásinterjúra, mondjuk 9 órára. Már az előző nap fejben felkészültél rá, készen álltál az interjúra, és rendben voltál felkészülve szellemileg minden erre a találkozóra, és mégis 9 óra 10 perckor érsz oda. Előfordult veled már ilyen?
Szerintetek milyen bejelentkezés az ilyen egy állásinterjúra? Volt már olyan, hogy volt egy működő párkapcsolatot például, és mindől bizonyos helyzetekben vita kerekedett, állandóan, minden héten, és ilyen robbanásszerű dolgok. Szerintetek meddig lehet egy ilyen kapcsolatba élni? Éppen csak azon múlik, amit szeretnék átadni, amikor az ember szeretne csinálni valamit, vagy létrehozni valamit, valamit elérni, akkor az úgy kidolgozza, csak a legtöbb esetben egy dologra nem figyel. Abban a helyzetben, amikor történik a folyamat, nem figyel oda, nincs ott a pillanatba. Ha nincs ott a pillanatban, egy ilyen banánhéjon lehet elcsúszni, és a banánhéjon elcsúszik, akkor az egész energia, amit arra szánt, arra a dologra, hogy egy új munkaajánlatra, egy új edzéstervre, hogy kitartó legyen, egy új partnerkapcsolatra, mert nem egymásra figyelnek. Ezek úgy tűnnek, hogy apróságok, miközben egy kis apróság, egy kis apró dolgon múlik sokszor az ember sikere. Tehát amikor mi építjük fel a folyamatot, akkor figyeljünk a részletekre. Figyeljünk arra, hogy ne csak nekünk legyen jó, hanem a mi barátainknak, a mi munkatársainknak. Úgyhogy ők is legyenek sikeresek. És az a lényeg, hogy a közösség tagjai is ugyanúgy segítsük, tereljük a siker felé, hogy nekik is sokkal jobb legyen. Képzeljétek el azt az eszköz, módszert, ami a mi kezünkben van. Amit csinálunk és alkalmazunk, nem csak attól függ, hogy milyen képzettséged van, milyen oktatási rendszerben vettél részt, nem a kortól függ, teljesen mindegy, hogy hol laksz, teljesen mindegy, mennyi pénzed van. Találkoztál már olyan jólét módszerrel, ahol a felsorolt dolgok nem számítanak, hogy sikeres légy, hogy sikeres legyél. Megmondom őszintén, nem. 3 ezelőtt olyan dologgal találkoztam, hogy a mai napig nem hiszem el, hogy ilyen van. Pedig képzeljétek el, megtapasztaltam saját bőrömön. Írjátok már be, hogyha ti tapasztaltatok hasonlót. Írjátok be nyugodtan kommentbe, hogy ezzel a csodával vagytok, és élitek ezt az éles stílust. Nem sokára lesz egy jólét konferencia, ma fogom megvenni a jegyet rá, a nevében is benne van, hogy jólét felé haladunk, vagy a jólétet éljük, és ezt adjuk át mindenkinek. Amikor a kezedben van egy módszer, egy eszköz, hiába állok ki a hősök terére, és kiabálom torkom szakadtából, hogy emberek, van megoldás minden anyagi, egészségi, boldogsági, minden nehézségre van megoldás. A lényeg, hogy ha az ember kezébe meri venni a saját sorsának irányítását, és azt itt a mostba, ma nem csak a fogadalmakat hozza meg, nem csak elindul az úton, hanem ki is tart és végigcsinálja. Képzeljétek el, van egy olyan, hogy az embereknek van idejük, hogy 40 évig csináljanak valamit. És utána mi van? De nincs idejük 3-4 évig foglalkozni egy olyan dologgal, ami a sajátjuk, ami kikövezi a saját siker útját. Ezzel nincs idejük foglalkozni. Szomorú vagyok ilyenkor,
Mindegy, hogy hány éves vagy, mindegy, hogyha 20, 30, 40, 50, 60 plusz vagy, soha nincs késő elkezdeni. A te életed, kedves néző, az csak a te életed, és senki másnak nem fog úgy fájni, ha te rossz lóra teszel, rossz helyzetbe kerülsz. Az egészségi állapotod megromlanik, mint neked. Elhiszed? Ha ez így van, akkor a jó hírem számodra, hogy van megoldás. Arra az állapotra, akár anyagi, akár egészségi, amiben te vagy. Úgy sem hinnéd el, hogy van ilyen, én sem hittem el, amikor találkoztam ezzel a csodával. Ez a csoda naponta kísér engem az utamon. És hogyha téged is érdekel, akkor nyugodtan kérdezd itt kommentbe, oszd meg ezt a videót, ha úgy gondolod, hogy hasznos lehet másoknak is. Vagy keresd meg, és rögtön olyan lehetőségek közepette találod magad, amikor azt fogod mondani egy kis idő múlva, hogy ezt én sem hittem el, hogy van ilyen. Úgyhogy ebben a nagyon nehéz időszakban, időminőségben van egy kis sziget, egy kis közösség, vannak módszerek, vannak eszközök, amit mi használunk. Azt kívánom neked, kedves néző, ha nem találtad meg azt, ahol jól érzed magad, ahol anyagilag, egészségileg rendben vagy, akkor keresd meg, és kérdezd meg, milyen életstílus tudok neked mutatni. Remélem tudtam segíteni, értéket adni. A következő videóban is erre törekszem. Tarts velem akkor is. Szervusz!